Rajci Péter, szeretettel üdvözöllek, és nem csak szeretettel, de nagyon boldogan is. Mert ma valami csodálatos játékot nyújtottatok a te vezérleteddel. Én újra a régi Rajci Petit látnom, mondjál valamit, léci. Köszönjük szépen a gratulációt. A mérkőzés előtt azt beszéltük meg, azt mondta nekünk az edző, hogy változtatnunk kell a hozzáállásunkon. Kaposváron sajnos beleszaladtunk egy nagyon kellemetlen vereségbe. Ez talán számomra volt a legkellemetlenebb. Ezt szerettük volna kiküszöbölni, és például azt mondta az edző, hogy Kabát Petinek is nekem kell vezérnek lenni ebben ma, és úgy gondolom, hogy ennek sikerült eleget tenni. Én úgy láttam kívül maximálisan. Ha jól emlékszem, akkor két gólt tudtál, ugye? Igen, sikerült két gólt. És? Volt, nem is két gólt paszt adnom. Egyet a Kabát Petinek, igen. Egyet a Kabát, hát az valami csodálatos támadás volt. A ködve a Kabát Peti kérdezi, hogy mi van, ugye? Igen, egy kaptál egy gólt paszt, nem? Péterkém, hogy érezted, jól érezted magad most a pályán? Igen, nagyon jó pálya volt, hiszen kicseréltek a gyepszőnyeget, illetve jó időben. Igazi foci időben tudtunk játszani, és úgy gondolom, hogy ezzel eldöntöttük a továbbjutást. Azt tudod, hogy az MTK elleni meccs nem zárt kapust lesz, hanem közönség előtt fogjuk játszani? Hát azt nem tudtam eddig, de nagyon örülök neki. Igen, az lesz, és remélem, hogy rengeteg ezer néző lesz kint, és tapsolni fognak a játékotoknak ott is. Sok sikert kívánok, Péter, és nagyon köszönjük a riportot. Én köszönöm.